Ott jártunk, kor viharos szélben készültek a DAC játékosai az ugyancsak viharos gyorsasággal közeledő tavaszi idényre. Közöttük a sárgakékek első téli szerzeménye, a 18 éves magyarországi Csóka Dániel, aki az angol Wolverhamptontól érkezett másfél évre kölcsönbe a DAC-hoz. Van 5-7 felkészülésünk, abban van 8 meccsünk. Lesz egy Törökország edzőtábor, szeretnék bizonyítani ebben az 5-7-ben, hogy tényleg megvannak a képességeim akár a kezdő 11-be is beférni, és persze ez a célom, hogy ott legyek a kezdőben. Fejlődni szeretnék sokat, mert hát ugye hát valószínű most az első megállapodás szerint még visszatérek Angliába 18 hónap után, tehát ezt a 18 hónapot nagyon meg szeretném nyomni, és tényleg fejlődni sokat a jó csapatban. A felkészülés 5 hétig tart a vezetőedző Peter Hiballa által elkészített ütemterv szerint. Trainieren viel, trainieren lange, also wir trainieren 2-2,5 Stunden und Jungs super, ziehen gut mit, sind gut aus dem Urlaub wiedergekommen, keiner ist dick und fett, also alles gut. Ja, wir haben jetzt Neuzugänge, haben wir mit Daniel Csóka, haben wir einen Innenverteidiger, eigentlich suchen wir noch 1-2 Stürmer. Und auf noch 1-2 Positionen suchen wir, aber wir gucken, was kommt, sonst ist die Mannschaft gut. Vakunisuf Bajo egymás után szállította a gólokat az őszi idény során. Tavasszal viszont meg kell oldani a pótlását, hiszen a 22 éves elefántcsontparti játékos néhány nappal ezelőtt az egyik skóciai sztárcsapathoz, a Celtic Glasgowhoz igazolt. A szurkolóktól autogramoztással búcsúzott. Das ist auch kein Drama, also Bayo, das ist ja auch die Philosophie vom Club, Spieler besser machen und dann verkaufen. Bayo hat eine gute Hinrunde gespielt, aber gut, du kriegst ein Angebot von Celtic Glasgow und es ist ein Millionentransfer für den Club, eine tolle Sache, für ihn persönlich auch. Wir verlieren einen guten Spieler, aber die Jungs, die da sind, sind auch gut. Da muss ein neuer Bayo jetzt kommen. A DAC-szal kapcsolatos történés, hogy a napokban befejeződött az utolsó, azaz a délelátó építése. A negyedik tribün befejeztével valójában elkészült az egész stadion. Néhány apróságot kell még befejezni, de mondhatni, hogy akár holnap lenne meccsünk, akkor már tudnánk a stadionba szervezni. Utolsóként a negyedik úgynevezett délelátó készült el, ott már nyáron elkészült a vendégszektor, és most befejeződött a többi része, így most már a stadionnak összesen 12.700 férőhelye van. Február 16-án hivatalosan is és ünnepélyesen is megnyitjuk a stadiont a Slovan elleni rangadón, reméljük győztes rangadón. A nagy derbi előtt azonban még 8 előkészületi mérkőzés vár a DAC-ra. A sárga kékek megmérkőznek többek között az osztrák Mattersburg, a szlovén Olimpia Ljubljana, a lengyel Lech Poznány és a székelyföldi Csíkszereda csapatával.